Sziasztok, Marika vagyok. Gyümölcstorta fog készülni áfonyával és málnával. A tepsi méretét mondom először. 37x21 kb. Az alja, pici olaj, de a kávéskanálnak a fele sem, és elkentem jól az oldalára is egy picit, és liszteztem. Ez már egy fél órája megtörtént. Sütőt melegítem 170 fok. Alsó-felső. Elmondom a tésztának a hozzávalóit. 3 egész tojás, a kristálycukor 100 g, pici só, akkor a liszt az 120 g és 8 g sütőport fogok rá szitálni, hát nem muszáj szitálni, de én szitálom és bele fogom keverni. A víz az 30 g és 35 g az olaj. Nem vettem külön a sárgáját a fehérjétől, én szerintem ez tökéletes lesz így is. Úgyhogy bele is burítom a cukrot, meg a sót is. Várjatok, és összekeverjük először is a sütőport a liszttel. Aztán akkor utána nem kell az a foglalkozni. Jól keverjük el, mert nehogy egy helyen legyen, már akkor bugosodik, meg amúgy is lehetséges. Akkor felverem ezt, amennyire tudom keményre, de szerintem kőkeményre nem tudom, mert akkor nem 100 g kristálycukor kellett volna, hanem több. Egész jól fel tudtam verni, hát persze nem kőkeményre, nem is kell, és hozzáadjuk a lisztet. Hát azt hiszem egyszerre hozzáadom, ezt velekeverem. Meg a vizet. Ez a víz, már ugye a másik sárga. És akkor egy kicsit várjam, és akkor utána hozzáöntöm az olajat. Hozzá az olaj. Belehúzom a tepsibe. És sütöm. Inkább 170 alatt legyen, mint fölötte, mivel van benne olaj. Elkészítem először is a zselatint, mert hát ezt a zselés akármit a tetejére, mert én nálam legalábbis igen sokan szokott megkötni, úgyhogy ezzel kezdem. Ide beleöntöttem 600 g langyos víz, mindenképpen langyos víz, és akkor hozzáadom ezt a 30 g összesen, ezt a zselatint. Ennyi elég. Egy jó kemény lesz, de nehezen fog megkötni. 60 g kristálycukrot, és 40 g, ez azt hiszem, hogy ribizlis, de bármilyen szörp jó, hogy egy kicsit ne legyen olyan szintelen. Fölteszem, és majdnem forrásig hevítem, de ne forjon, és kész. Elmondom, a krémhez mit készítettem ide. Közben a zselatin keverjük, mert le tudnám kapodni az aljára. Most már is többször megkevertem, kis lángra raktam, de majd ha oda kerülünk, akkor fölrakom nagy lángra, hogy jobban tudok rá figyelni. No. 210 g a tej, ami 2 deciliter. Ehhez hozzáadom 75 g kristálycukor van írva nekem, de én most kicsit többet rakok, mivel láttatok, egy kicsit éretlenebbek a gyümölcsök, 80 g. Ja, és itt van egy vaníliás cukor, látjátok, az a kristálycukor, itt ez a kis apró, meg a vaníliás cukor. Ezt hozzáadom, és ezt akkor föl lesz forralva. Az edényt vízzel kiöblítettem, hogy ne ragadjon bele. Annak előveszünk egy fokonalat. Akkor itt van 160 g tej, ami körülbelül másfél deciliter. Ezt mondom, mert sokan belém kötnek, hogy nem deciliterezek, nem fogok. Én nekem pontosabb a gram. Egy vaníliás pudingpor és 10 g finom liszt. Na, akkor ezeket összekeverjük, és simára kikeverjük a tejjel, és akkor ugye majd hozzá kerül a föltett cukrozott tejhez, besűrítjük,
és ha kihűlt, akkor fogunk hozzárakni 75 g vajat vagy margarin, ki mit használ, én vajat használok. Na, akkor jöjjön közelebb, aztán akkor mutatom is. Itt a zselatén, erre most adok egy kis hűt, mert most már ez így jó lesz. Elővesszük a sütemény és fokalmunkat, a krémeset, amit a krémhez használunk, és akkor ugye azzal ki fogjuk bevágni. Fejre begyújtjuk a lángot, mert különben nem fog bemelegedni. És akkor egy kicsit eljött hozzaborítunk, hogy először sűrű legyen. Én csak azért mondom már, mert hát ha olyan is nézi, és hát ennyire részletesen, hát ha olyan, itt egy hajszál, hát ha olyan is nézi, aki még nem sütött, vagy nem annyira ért hozzá, különben nem néznek benneteket tudatlannak, mert most is megkaptam, hogy cseresznyét is tud mindenki magzani. Hát persze, hogy tud, hát én nem gondolom, hogy ti nem értetek hozzá. Tehát attól még én elmondhatom. Van egy ismerősöm, aki olyan részletesen elmond én nekem, öreg asszonynak mindent, ha találkozunk egy évben kétszer, ha valamit kérdezek tőle, hogy ma majd már fekszek az unalomtól, és meghallgatom. Na, hát olyanok vagyunk, hogy egyszerűen nem kell megszólni a másikat. Ez hajlamos az emberi erre. Én is, más is. Jó, én úgy nézem, hogy az elég hígrett, úgyhogy a többi tejet ide borítom. Belerakom már ott a tej. Kezd mindjárt forni a zselatén. Ezt nem szabad forralni, mert akkor nem fog összeállni. Ja, mondtátok, hogy ne főzzem a kanalakat. Közben mellé rakom ám, de nem fül bele. Nem fül bele, de ő csak figyeljen mindenki a saját konyhájára. Nálam így közben a sok duva mellett így valami elmarad, mert nem figyelek eléggé. Ez nem azt jelenti, hogy máskor is úgy csinálom, vagy tényleg úgy is készül, mert itt csak egy jelenetet láttok. Nem látjátok az egészet. Most tényleg kiveszem, mert most eddig bent felejtettem, de hát még nem volt, nem főztem meg a műanyag fokonalat. Egy kicsit bonyolultnak tűnik ez a... Hát ez a sütemény, képzeljétek el, úgy van, hogy egyik felé puposodik, pedig jól összekevertem azt a sütőport a liszttel. Hát ez a táj olyan furcsa, nem összeugrik. Reméljük, nem? Elkezdett forni a tej, úgyhogy hozzá is huppantom gyorsan. Akkor besűrítjük. És majd még egy 200 g-os tejszín lesz. Elzárjuk a zselatin alatt, mert már egy kicsit mocorog. Elkezdett mocorogni. Kihúzzuk. Ezt megkevergetjük. 200 g vagy milliliteres, de amúgy az 200 g kb. Tejszínt fogok még fölverni, és majd amikor már a vaj minden hozzá került, akkor azt hozzá fogom keverni. Hát azt hiszem 50 g porcukrot szoktam használni. Ez olyan forró ez a fül, hogy az eszméletlen. Hogyan tudnak ilyet legyártani, amíg meg is veszi az ember? Ezek a régiek, az omanciótak nem voltak ilyenek. Ugye kerül hozzá majd a tejszínhez körülbelül 50 g porcukor és egy fixáló, és akkor ugye majd arra lesz egy gyümölcs rakva, ami jól kihűl, mert már a hűtőben van. Majd mutatom.
akkor besűrűsödött. Na én most vágok le folpakot, és akkor azt fogok rá rakni, mert kipróbáltam, úgyhogy tényleg jól működik, ahogy mondtátok. De előtte én úgy szoktam csinálni, hogy lehúzom a krémet az edény oldaláról is. Zárjuk, mert jó lesz ez. És ugye úgy rakom a folpakot, nem így most erre a mindenfélére. Amúgy ez már finom. Finom, ugye? Már cukor. A sütemény valahogy mégse jól keverhettem el, mert egyik felé bubos, pupos, nem is pupos, hanem jól meg van emelkedve, a másik meg nem, hát erre majd ügyeljetek. Úgy jó legyen lezárva. Ez tényleg jó megoldás, és én nem mertem kipróbálni. Így nem kell kafancolni. Én majd lehet, hogy hideg vízbe beállítom. Jövök. Olyan kis pirosos a tészta, látjátok, nem is bögtem meg, mert így már látni, hogy jó, de itt például alacsonyabb lett. Elkészítem a krémet, felverem a tejszínt, és utána átborítottam ide a pudingot, ahhoz ráraktam a vajat, utána azt fogom keverni, és akkor a kettőt összekeverem. Na, itt van 200 ml, ami én sokszor nem értem, 200 g kb. 1-2 g kivétellel, ahhoz hozzáadom a porcukrot, ami 50 g. Igen, 50 g. Na, látjátok, nem most öntöttem bele, és már bele is tapad. A porcukrot megszitáltam. És most, ha azt fölvertem, egy habfixáló fog hozzákerülni. Egy kicsit fölvertem, most hozzá a fixáló, és akkor most keményre verjük. Keményre vertem, amennyire tudtam, most ezt a pudingot a vajjal kikeverjük. Hozzáadom a tejszínt. És hozom a süteményt, ami kihűlt. Keverjük. Süteményre rá a krém. Hát ugye nem mindenki így készíti, de így is nagyon finom, vagyis hát így azt a tényleg nagyon finom. Azt a tejszínt, ezt mindig jó magas edénybe verjétek föl, mert ezt úgy tudom föcsögni, hogy az eszméletlen. Mindig takarítani kell utána. A tésztát süssétek 160 fokon. Majd odaírom, hogy inkább 160 fok legyen, lassan sűrjön, hogy tudjon jól emelkedni, mert hát én nekem most ez nem lett valami szép, nem lett egyenletes. Előfordulhat, hogy nem középen fogtam meg a tápsit, azt ahogy betettem, egyik felére elcsúszott az anyag, és akkor ugye ott is maradt, mivel meleg volt már a sütő. Szépen elegyengetem egyenesre, és akkor hozom a gyümölcsöt. Nagyon finom van ez a krém, mert gondolhatjátok, ez még egy tortába is megfelelő lenne. Úgyhogy ez egy nagyon finom gyümölcstorta. Ezt a gyümölcsöt úgy csináltam, hogy ugye leszedtem a friss málnát, azt nem mostam meg, csak az áfonyát mostam meg. Az áfonya is friss, úgyhogy nem is olyan nagyon érett némelyik, de jó van az úgy.
gyorsan rápakoljuk, hogy nehogy felmelegedjen. Beindítottam a ventilátort is, meg ablakot is nyitottam. De ugye volt eső, úgyhogy a málnát azért nem mostam meg, ahogy deszed, de mindig így bele szoktam nézni, nincs ebben egy fekete bogár, mert a málnának van egy fekete bogár, ami szívesen van benn, aztán az ne legyen benn, úgyhogy úgy szedtem le, hogy minden darabba belenéztem, meg úgyis, ha esszük is, mindig úgy szoktam én legalábbis. A málnák nem jó mosni, mert tönkre megy, csak ha egyszer el is használjuk, akkor meg lehet mosni. Úgyhogy a gyümölcsnek a súlyát nem mondom, mert annyit pakoltok, amennyit gondoltok. A többit megeszitek, mert én is többet hoztam be. Félreraktam a joghurtomhoz, majd megeszem joghurttal. Ez most nagyon hideg, mert már benn van körülbelül 2 órája a hűtőbe. Hát még ezeket a málnákat én ide rakom, az igaz, hogy akkor nem lesz olyan szép arányos, de nem számít. Egy kicsit meg is lehet nyomni, mert ez a krém engedi, hogy lejjebb menjen. Most akkor bele az áfonyák. Az áfonyát úgy rakom, hogy ez a, van neki ez a rózsája, az legyen fölfele. Nagyon jó lett. Hozom a zselatint, ráborítjuk. Úgy borítom rá, hogy ide tartom, majd ott fordítva a kezet. De lehet kanalat is, bármit. Hogy ne csináljon üreget, tudjátok, ahogy folyik rá. Egy evőkanal még jobb lenne. Ezt most nem fog szépen sikerülni. Hát egész jól sikerül. Jól néz ki. A másik a papája, de az a... Ez a kisebbik. Úgyhogy ezt teszem. Jön a férjem is, lehet, hogy ő is eszik most. Nagyon finom egy sütemény különben. Pont ott kezdtem meg, ahol vékonyabb a tészta. Mondja a férjem is, hogy kicsit több tészta lenne jó a krémhez, de hát a másik felén több a tészta. Mindegy. Szerintem az lehetett, hogy nem középen fogtam meg a tápsidó, hogy hát nem tudom, erre gondolok. És akkor egy kicsit elcsúszott a tészta, és ott vastagabbra sült. De nagyon finom. Nekem nagyon ízlett, papa, neked. Nagyon jó. Nagyon jó, szerintem is. Igen, igen. Ilyet szoktam készíteni, de mondom, most már valami 4 éves az a recept, mondom, akkor elkészítem most, hogy van áfonyánk. Nagyon jól is néz ki, úgyhogy készítsétek el, ha gondolját. Tisztában ügyeskedjetek, néha jövök így, mint én. El is búcsúzok tőletek. Köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót is. Legyen szép hétvégétek, legyen szép napotok. Írjatok kommentet, hogyha van mit hozzáfűzni valótok ehhez a süteményhez, ne csak azt írjátok le, hogy veletek mi történt, ehhez is szóljatok hozzá.
Sziasztok!